Amikor Jézus rám lehelt, egy olyan impartációt kaptam, ami képessé tett a Biblia fordítására. Hiszem, hogy rád fog ugyanúgy lehelni, amikor az élőisten szavait olvasod az angol nyelvi Passion fordítás változatában. Ezen a Biblia fordításon keresztül Isten romantikus és poetikus, szívből jövő szavai töltik majd be szíved új szenvedéllyel és az ébredés tüzével. Istent egy sokkal mélyebb és intimebb módon ismerheted meg. Ennek a fordításnak a szavai egyenesen a lelkedbe hatolnak majd, áttörve elméd védő falát egyenesen a szellemedbe megy. Isten igéje teljesen megelevenedik benned. Természet fölötti találkozásban lesz részed Isten dicsőségével és jelenlétével, mint amilyet soha azelőtt nem éltél át. A King James fordításban a Lukács 1.37 azt mondja, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Ugyanaz az igazás a Passion fordításban. Isten egyetlen ígérete sem erőtlen, mert Istennél nincs olyan dolog, ami lehetetlenség vagy képtelenség lenne. A King James fordításban a Jakab 4.8 azt mondja, közeledjetek Istenhez, és Isten is közeledik hozzátok. Ugyanez a Passion fordításban, közel is szíved Istenhez még jobban és jobban, és ő még annál is közelebb jön hozzád. Ez egy ébredési Biblia, mivel Isten dinamikus életét és természet fölötti erejét, energiáját hordozza. Ebben a dobozban 8 rész található, melyben összesen a Biblia 15 könyve van, mint például a Zsoltárok, tüzes költészet, példabeszédek, bölcsesség onnan fentről, énekek éneke, isteni románc, János, örökkévaló szeretet, Máté, szerető királyunk, Lukács és Abcsel, Isten szerelmeseinek zsidó levél is Jakab, működő hit, és levelek a mennyből, Pál apostol által. Micsoda megnevezés, Passion fordítás, mely azt jelenti szenvedélyes, mivel Isten szenvedélye szó szerint robbani fog benned. Hello, Szidrop vagyok. Üdvözöllek világomban, ahol a természet fölötti természetes. Vendégem a menny könyvtárában találta magát, ahol minden témában látott könyveket, amit csak el tudsz képzelni. Könyveket tudomány és orvostudomány témában, a rákos daganat gyógyítását tartalmazva például, melyet még nem láttunk megjelenni. Majd látott egy olyan könyvet, melyre az volt írva, János Evangélium 22. része. A János Evangélium csupán 21 részből áll. A 22. valószínűleg az elkövetkező nagy ébredésre vonatkozik, arra, melyet ez a világ még soha nem látott meg. Szeretném, ha ti is kapnátok betekintést erre. Szóval Dr. Brian Simmons, aki a hadseregben szolgált, radikális módon megtért a Jézus mozgalomban. Drogozott, de ahogy radikális módon megtért, visszaszaladt a laktanyába, ahol mi történt, Brian? Annyira lelkesített az, ami történt, hogy körbejártam a laktanyát, és azt kiáltoztam, hogy gyertek és hallgassatok meg, mert ezt hallanotok kell. Találtunk ott a laktanyán egy helyiséget, ahová összegyűltünk kb. 50-en férfiak. Azt mondtam, befogadtam Jézus Krisztust a szívembe Uramnak és megváltómnak. Majd elmeséltem nekik a megtérésem. 10 át is adták az életüket Jézusnak. Elképesztően csodás volt. Akkor gondoltam először arra, hogy talán elhívott engem az Úr, hogy elhívottja lettem. Az LSD helyett Isten függő lettem. Egyik nap még be voltam drogozva, totál szétcsúszva, másnaptól pedig betöltve Jézussal, és ez azóta is így van. Ezután mentorolják és tanítványozzák, a felesége pedig épp olyan őrülten szerelmes lesz Jézusba, mint ahogyan ő, pedig mindketten drogoztak, mielőtt Jézust megismerték. Majd Dél-Amerikába mennek 3 gyermekükkel egy törzsi nép felé szolgálni, akiknek még a nyelvét sem beszélték. És mondanom sem kell, ez egy nagyon nehéz időszak volt számukra. Brian teljes elkeseredésében egy egész éjszakás imában a legőrültebb módon imádkozott, amit valaha is hallottunk. Milyen volt ez?
Ha valaki kétségbe esetten akar valamit, akkor elszánt erőfeszítéseket kell azért tennie. Akkor már 2 éve ott voltunk a dzsungelben, és nagyon kemény volt. Nyelvészeti módon kellett értelmeznünk a nyelvüket, mert annyira nem bírtuk sem megtanulni, sem megérteni. Az emberek is nagyon kemények, és konokul makacsak voltak. Ráadásul loptak tőlünk, az üzenetünkre pedig teljesen bezárták füleiket, és meg sem hallgattak minket. Aznap éjjel a legőrültebb imát imádkoztam, amit csak lehetett. Azt mondtam, Uram, ha nem jössz, és nem cselekszel ebben a faluban, ha nem mozdítod meg sem az én szívem, sem a törzsi nép szívét, akik soha nem hallották és nem értették meg az evangéliumot, ha nem cselekszel valamit a te erődben, visszamegyek és minden anyagi és ima támogatónknak el fogom mondani, sőt, minden egyes gyülekezetben is, ahol valaha szolgáltunk, hogy te nem voltál elég erős ahhoz, hogy megnyerd a piakuna törzs népét, hogy megismerhessék Jézust a Szent Szellem által. És ezt komolyan is gondoltad, hogy megteszed? Teljes szívemből. Ez tényleg egy kétségbe esett ima is. Isten válaszolt erre. Pontosan így történt. Aznap reggel a faluban a levegő megtelt egy természet fölötti energiával, töltéssel. Nem tudom másként leírni, csak úgy, hogy olyan mértékben érezhetted Isten jelenlétét, mint a maga Isten lelépett volna a mennyből ide közénk, vagy mint a vasoklével falunkra irányított volna egy ökölcsapást az atmoszférán át. A következő történt. A szívem teljesen összetört. Bementem a falu összes kunyhójába, több mint 500-an éltek ebben a törzsi faluban, és én mindnyájukat végiglátogattam kora reggeltől kezdve, és bocsánatot kértem tőlük. Bűnbánó megtéréssel fordulva hozzájuk azt mondtam, bocsássatok meg nekem azért, mert nem voltam olyan hírvivője Jézusnak, mint amilyennek kellett volna lenne. Nem úgy szerettelek titeket, ahogy Jézus szeret. Megbocsátanátok nekem, és eljönnétek ma este, hogy átadjam nektek az igazság üzenetét? Még csak a bocsánatkérésem végéhez sem értem, amikor összeestek földre hullva. Isten ereje ledöntötte őket lábaikról, melyet nem csak, hogy soha nem tapasztaltak, de még csak nem is láttak ilyet. Ekkor a 80-as évek közepén voltunk. Ott remegtek a földön annyira, mint a szélben a falevél. A Szent Szellem ereje szállt rájuk, és csak sírtak és sírtak, pedig még csak nem is hittek Jézusban, mégis megtapasztalták, átélték Isten erejét. Majd meghallja Isten hallható hangját. Mit mondott neked Isten? Reggel 5 órakor történt. Szokásomhoz hűen, kora reggel fölkeltem, és kerestem az Urat imában. Ekkor hallottam meg Isten külső füllel hallható hangját. Nem belül hallottam, és nem is a fülembe sugva. Olyan volt, mintha a hang mindenütt szólna körülöttem. Azt mondta, visszahívlak titeket Észak-Amerikába, ébredést fogok hozni a nemzetekre, és ti is részei lesztek ennek. Visszajöttek az USA-ba, gyülekezetet alapítottak, majd egy nap a falak elolvadtak. A szobámban imádkoztam, kértem az Urat, hogy segítsen a pásztorlásban, és abban, hogy az ő szeretetét tudjam bemutatni, és hogy azzá szolgájává tudjak válni a gyülekezetünkben, amivé ő akart engem tenni. És a fal kb. Másfél méterre előttem egyszerűen elolvadt. Átsétálva a falon volt egy olyan fény, mely olyan intenzíven világos volt, mintha egy fénygolyó lett volna az egész. Tudtam, hogy ebben a hatalmas fényáradatban áll ott a szerelmesem. Nem bírtam szemem látását ráfókuszálni, mert annyira fényes volt. Csak eltakartam az arcom, mégis úgy éreztem, mint a egész lényemen áthatolna ez a fény. Kiáltottam, és azt mondtam, Uram, segíts! Adj kegyelmet, hogy el tudjam ezt viselni. Úgy tűnt, hogy talán 20 percig is eltartott, és ez a fény egyszerűen belém lett égetve. Elégetett bizonyos dolgokat, melyeknek el kellett égniük. Föltárt bizonyos dolgokat, melyeket kellett, és ez az átélés teljesen megváltoztatott. Más emberré lettem ezután. Igazából egy olyan pontra érkeztem, amikor azt kellett mondanom, Uram, kérlek, hagyd abba, mert meghalok. A feleségem, amikor hazajön, nem talál más, csak szétégett testem hambait a földön, melyet úgy felsöpör, hogy nem is tudja majd meg, hogy az én voltam. Az az érzésem volt, hogy ez a tűz teljesen felemész. Így több lett volna Istenből, és kevesebb belőled. Na jó, mi történt? Sokkal kevesebb belőlem. Ezt hallgassátok, ami azután történt, hogy eszébe jutott, vennie kell egy kis tejet. Szóval fogta magát, és elment egy üzletbe. Mi történt? Eszembe jutott, hogy az én feladatom volt elmenni tejet vásárolni a családnak, így elmentem a közértbe. Ez nagyon fontos volt azután az inspiráció után, érted? Ahogy beléptem a közért ajtaján, az emberek körülöttem 3-4 méteres körzetben mind a földre estek, mintha kiütötték volna őket. Azt gondoltam, ez nagyon érdekes, hogy lehetséges, hogy ilyen sok embernek van egyszerre szívrohama.
Nem kapcsoltam, hogy mi történik. Majd ahogy a pénztár felé haladtam, a zöld mellényes ember körülnézve, azon tűnődött, mit keres az a sok test a földön. Azonnal pánik tört ki rajta. Akkor esett le nekem, hogy mi ez. Isten jelenléte néhány perccel azelőtt, ami bejött a szobámba, rajtam maradt, mint egy hozzám tapadt, és megnyugodott rajtam egész napra. És a gyerekek, mikor visszamentél a gyülekezetbe, mi történt? Fölhagytam a tejjel, mert akkor meg eszembe jutott, hogy időpontra kellett mennem az imaházba. Egy csodás iskolánk volt, gyönyörű kisgyermekekkel, akik elsőtől a hatodik osztályosokig voltak ott, és aznap nekem kellett beszélnem, ami épp az utolsó pillanatban jutott eszembe. Úgyhogy bementem az irodába, és a beosztottjaim ledermedtek épp úgy, mint amikor a távirányító megnyomod a pillanat megállító gombot. Percekre olyan volt, mintha lefagytak volna rám meredve. Végül Jeff, egyik alkalmazottam, azt mondta, Brian Pastor, mi történt veled? Azt feleltem, később elmondom, most mennem kell az imaházba prédikálni. Átmentem a folyosón az imaházba, majd ahogy beléptem az előadó terembe, az összes gyermek, kb. 50-en vagy 60-an lehettek, mind a földre estek. Isten ereje jött be az imaházba. Mind a földön kötöttek ki, épp úgy, mint ahogy az ott a dzsungelben történt. Rázkódtak, remegtek, sírtak, botladoztak, és ilyet még soha nem láttak ezelőtt? Nem, hiszen ezek kicsi gyermekek voltak, és ahogy a gyermekekre jellemző ők, senki kedvéért nem játszanák ezt meg. Mindnyájan Isten ereje alatt voltak, és láttak angyalokat, később elmondták nekünk. Néhányukat Isten a mennybe is elragadta, én pedig csak ültem ott, nem tudtam mit tegyek, te mit tennél egy ilyen helyzetben? Annyit teszel, hogy kiszállsz a képből. Hát én is éppesztettem. Isten adott Briannek egy olyan ajándékot, ami a látói kenet, olyan, mintha egy tévékészüléken keresztül látná mindazt, ami történik. Amikor a szünetről visszajövünk, szeretnék hallani arról a kisgyermekről, aki halott volt, és ő az ilyen tévéképen és látáson keresztül látta őt feltámadni. Szóval Dr. Brian Simmons szellemi látása épp olyan, mintha egy tévéképernyőn keresztül nézne, és lát egy halott kisgyermeket feltámadni. Épp Indiában szolgált 10 000 ember felé. Mi történt? 20 embert vittem magammal erre az útra a gyülekezetünkből. Elmentünk, hogy hirdessük az evangéliumot, és hogy segélyszállítmányt vigyünk, és megáldjuk az árvákat, az árvaházakat. Egyik esti összejövetelünkön hatalmas tömeg gyűlt egybe, és mi alatt a Lukács 5-ből tanítottam Jézus gyógyító erejéről, arról, hogy nem létezik olyan betegség, amit Jézus Krisztus ne tudott volna meggyógyítani, és ekközben olyan volt, mint a tőlem bal irányban megjelenne a levegőben egy tévéképernyőn egy olyan nyílt látomás, melyet megosztottam az ottaniakkal. Az alábbit láttam azon a képernyőn, egy édesanyja karjában hozott egy halott kisgyermeket. Mielőtt gondolkodtam volna, beszéltem, és azt mondtam, van itt egy nő, aki eljött másti összejövetelünkre, és magával hozott egy halott gyermeket. Isten fel akarja támasztani ezt a gyermeket a halálból. Ha szeretnéd ezt, gyere előre, most azonnal, mert Isten fel fogja támasztani a gyermeket. A csapatom, akik mögöttem álltak, 20 erős hitű ember a gyülekezetünkből, mindazt kiáltozta, ne, Brian Pastor, ne csinálj! Ne! Mi az esély arra, hogy valaki tényleg egy halott kisgyermekkel jött el az összejövetelre, de folytassak. Nem is az volt a gondjuk, hanem az, hogy mi lesz akkor, ha mégsem támad föl. Mi lesz akkor mindennel, amit ott csinálunk. Majd hallottuk, hogy a tömegből elkezd kiáltozni egy édesanya, és furakszik előre. Egy drága asszony, aki egy egész napon keresztül az egyik faluból a másikba gyalogolt a tűző napon, aki eljött, és a nagy tömeg miatt valahol a külső peremen volt, de ahogy meghallotta a hangfala kihangosításán keresztül, hogy mit láttam, elkezdett sikítozni és kiáltani, hogy ez nekem szól. Úgyhogy ölben hozta a halott gyermekét oda hozzám, és tudod, én soha nem végeztem olyan bibliaiskolát, hogy halottak feltámasztása a 101-es kurzus, ebben biztos vagyok. Sőt, mi több a bibliaiskolában, ahová jártam, szerintem még csak nem is hittek ebben, fogalmam sem volt, hogy mit tegyek, így azt mondtam, add ide a kisbabát. Tudtam, hogy nem fekhetek rá 7-szer, úgy, mint a próféta a Bibliában, szóval megkérdeztem az Urat, Istenem, mit akarsz, hogy cselekedjek? Azt mondta, vedd a gyermeket, megtettem, letettem a gyermeket egy olyan asztalra, mint amilyen ez itt, és abban a pillanatban, hogy a kezem érintette a gyermek fejét, mintha villámcsapás érte volna, a gyermek nem fölállt, hanem fölugrott.
csak felugrott, egyenesen édesanyja karjaiba ugrott. Ezután az édesanyja elintézte, hogy hazavigyék őket a falujába, késő éjjelért haza falujába, de az élő gyermekével együtt tért vissza. Az történt a gyermekkel, hogy aznap reggel a gyermek beleesett egy vízelvezető árokba, ami tele volt vízzel és belefulladt. Édesanyja pedig egy napig gyalogolva elhozta őt az összejövetelünkre. Az egész falu tudott a tragédiáról, most pedig mindenki láthatta, hogy élve került vissza a faluba. Egy gyülekezet született ott emiatt a feltámadás miatt, és talált ki, hogy ki lett a gyülekezet pásztora. Nyilván a feltámadt gyermek szülei. Igen, az édesanyja, aki saját szemével látta a feltámadást, és a kedves férje együtt pásztorolják az ottani gyülekezet Madurai-ban, Indiában, és emiatt a csoda miatt már több mint 1000 fős létszámmal bírnak. Oké, 2009-ben Brian Simmons egy új küldetést kapott. Mi történt? Jézus Krisztus belépett a szobámba. Rám lehelt, és adott egy megbízást. Meg kell kérdeznem, hogy milyen volt az, amikor rád lehelt. Olyan érzés volt, mintha kaptam volna a mennyből egy csókot, mintha menny szele, a ruach átfújt volna rajtam. Isten, a kőszikla lehelletes szele rám szállt. Beszélt hozzám, és azt mondta, azt a megbízást adom neked, hogy fordítsd le a Bibliát. Adok neked egy fordítási projektet. Azt is megígérte, hogy segíteni fog ebben, és titkokat oszt meg majd velem a héber nyelv kapcsán. Hitted szerint, ahogy rád lehelt, kaptál egy kijelentésre, kinyilatkoztatásra vonatkozó impartációt? Igen, hiszem, hogy akkor kaptam meg a kijelentés szellemét. El kell, hogy mondjam, hogy bár nem akarom magam az új szövetség íróihoz, vagy a Mózes könyvének, a Tórának, Ezékiel könyvének eredet írójához hasonlítani magam, de lehet, hogy ő rájuk is így lehet rá. Azért lehet rám, hogy meg tudjam csinálni ezt a projektet, és éreztem, hogy azonnali módon jön a letöltés. Mintha egy fájlt letöltenének, úgy kaptam meg. Vagy mintha belém ültetnének egy csippet, a belsőben történt egy összekapcsolódás vele, és onnantól kezdve jobban meghalom a hangját, jobban megértem a Szentírást, hogy lefordíthassam azt. Azt találod, hogy amikor az emberek olvassák a te fordításod, melyen dolgozol, hogy majdnem olyan, mintha az elmét kihagyva azonnal a szívbe hatol? Ez a megfogalmazás brilliáns. A héber és arám nyelv költőiessége felszabadít valamit bennünk, ami Isten szerinti. Tele van kijelentéssel. Van egy zamata, aromája. Olyan, mintha a szíveddel gondolkodnál, mintha szívtől szívbe, szellemből szellembe mennének a kijelentések, ahogy a mély hívja a mélységet. A passion fordítás, ami szenvedést jelent, talán ez a legjobb szó erre. Ez a Biblia fordítás visszaadja nekünk a szenvedélyes lelkes és tüzet. A szünet után Brian mondta, hogy kapott valamit ránk, szóval hiszem, hogy csodákat fogunk felszabadítani. Szeretnék még hallani a mennyei könyvtárról is. Titeket is érdekel? Tudom, hogy igen. Brian Simmons elmesélte nekem tegnap este, amikor együtt vacsoráztunk, hogy a Biblia fordítása közben kapott kinyilatkoztatásokat Istentől a nőkre vonatkozóan. Elmondanád? Nos, van egy olyan agyon idézett bibliai vers, melyet sok férfi használt már arra, hogy megbántson nőket vele, és ez csupán egy félrefordításból ered. Ez az igevers az Efézus 5.22. Ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeiteknek úgy, mint az Úrnak. Ez egy elég erőteljes felszólítás, és egy elég ijesztő parancs. Azonban az arám nyelvben, ismét hadd mondjam, Jézus arám nyelven beszélt, és ezen a nyelven is tanított, akárcsak a tanítványa az apostolok. Az arám kifejezés szerint ez így szól. A feleségek legyenek gyöngéden odaadók, ragaszkodók férjeikhez, épp úgy, mint ahogy az egyház is gyöngéden odaadó és ragaszkodó Krisztushoz. Elég nagy a különbség. Most beszéljünk arról, hogy mégis hogy kerültél oda a menny könyvtárába. Én is akarok oda menni. Nos, tudod, Krisztusban hívőként tudjuk, hogy a szellemvilágban csak is egyetlen bejárat létezik a mennybe, méghozzá Jeshua neve, Jézus Krisztus nevén keresztül juthatunk oda. Ezt nem tudjuk kimunkálni. Magunktól nem tudunk csak úgy oda elragadtatni. Én igazából aludtam, és eközben kiszálltam a testemből, és fölvitettem a mennybe, ahol egy óriási nagy könyvtárba került.
örültem, nagyon élveztem az ott létet. Az Úr odajött hozzám, és azt mondta, Brian, azért hoztalak ide, hogy két olyan könyvet válasz innen, melyet szeretnél. Körbejártam, és nem sokkal később megláttam egy könyvet, amiről tudtam, hogy meg kell kapnom, majd egy másikat is, de lehet, többé nem hívsz meg a műsorodba, ha elmondom, mi történt ezután. Mi történt? El kell mondanom az igazat. Megláttam egy harmadik könyvet, és tudtam, hogy az Úr azt mondta, hogy csak két könyvet választhatok. A mennyben minden gondolatod olyan, mint a hangszóróból szólna, és mindenki hallja. A gondolataid egyenes adásban vannak közvetítve mindenki számára, szóval az alábbiakat hallom ebből a hangszóróból, melyek a saját gondolataim. Hogy lehetne ellopni innen ezt a könyvet? Mert azt mondtam, ó, ne, Istent akarom kirabolni. Nagyon szégyeltem magam. De az az érzésem volt, ha ezt a könyvet megkaphatnám, az óriási lenne. De ha elvihetném magammal a természetes világba, a Föld minden nemzetéből ébredést válthatna ki. Az egész világon híressé tenni Jézus nevét. De Jézus odalépett hozzám, és azt mondta, Brian, nem viheted el ezt a könyvet. Rám nézett olyan szerető szemekkel, hogy szétolvadtam tőle, és azt mondta, még nem állsz készen erre a könyvre. De azt is megígérte, hogy egy nap visszahozlak téged ide, és neked adom azt a könyvet. Mi volt a címe? A borítóján az állt János evangéliuma 22. rész. De a János evangéliuma csak 21 részes. Mi ez a 22? Nos, a János 22 a János 14-12-re vezethető vissza, ami arra a generációra szól, akik nagyobbakat cselekszenek majd. Aki hisz bennem, az is cselekszi majd, amiket én, sőt, nagyobbakat is azoknál. Hiszem, hogy a János 22 generációja azok az emberek lesznek, akik Jézus nagyobb munkáit cselekszik. Nem fognak hozzátenni az igéhez, és ez egy lezárt, lepecsételt könyv. Azonban Jézus munkáit fedi föl, melyet egy egész generáció fog megismételni, méghozzá azok, akik teljes szívvel hisznek Isten erejében. Szeretném, ha most imádkoznál, kevesebb, mint egy percünk maradt. Csupán imádkozni szeretnék értetek, és megosztani veletek profétikusan ismeretbeszédét. Az Úr megmutatta, hogy van valaki, aki néz bennünket, vagy akár itt a stúdió néző között, akinek Crohn-betegsége van. Ha rólad van szó, és Crohn-betegséged van, hozzád szólok most. Ez a kijelentés neked szól. Isten gyógyító tüze most azonnal rátszál, és meggyógyít ebből a betegségből. Atyám, imádkozom, hogy a te áldásod szálljon minden nézőre ma, mindnyájunkra, Uram, akik részt vesznek ma ebben a programban, hadd szálljon rájuk Isten lehellete, a ruach, az ébredés szele, Isten kősziklája, a felébredés kegyelme. Szálljon rá minden nézőnkre is, akik hallgatnak bennünket, hadd váljunk azokká, akik megváltoztatják ezt a földkerekséget a Jézus nevében. Amen. Én érzem ezt, és veled mi a helyzet?